Üdvözlünk mindenkit! Én Béla vagyok. Én pedig Szinti Boy. Alias Zagyva Tibor. Tiszakarádról. Ez nagyon rossz. Tényleg még lehetne a város nem Tiszakarád is, de már jobbat találtam ki. Vagyok, vagy mi vagyok? Te Juliska vagy. Jó, akkor Juliska, ne örüljetek. Luiska. Itt vagyunk és SimCityzünk egy ilyen háromfős kis régióban. Egyébként lehetne az a sorozatnak a célja, hogy megépítsük a nagy művet. Már nem tudom, hogy az mennyi idő. Ha legalább 20 rész, akkor lehet az majd az epic befejezés. Na mindegy. Úgyhogy itt vagyunk és elkezdünk játszani. Ja, én meg elfelejtettem a szereplés nevét. Játék! Egyébként az én grafikám az tök jó, mert olyan, hogy ilyen a legfőbb meghatározó dolog az minimál, és a többi pedig mind maximum. Hát jó. Azt mondja, a város nevem, majd nézzétek meg. Jó, akkor én most újra elnyitottam a felvételt. Az a jó. Szavaztok, Jobbik, Zalán vagyok. Na, mivel kezdjük? Nekem ez a város nevem, kész. Ti már elneveztétek? Igen. Még nem biztos, hogy látszik. Egyébként nekem egy olyan területem van. Péter vására. Bizony. Istenem, adj egy jelet, hogy hogy nevezzem el a városomat. Istenem. Bár nem kell ennyire színészkedni. Egy olyan mapon vagyok egyébként. Eljött, hogy hogy nevezzem. Ahol nincsen semmi, csak víz. Meg szél. És Bálint is ugyanilyen egyébként. Úgyhogy Zalán lesz a tőkés emberünk. Mert... Na nekem látjátok már mi lett? Még nem. Zalánnak Norwich Hills. Neked pedig Trinity Point, úgyhogy még nem látjuk. Péter vására, pénzre van szüksége. Bogyoszló. Mi lett ott ilyen Bálint? Majd még látjátok. Még látjátok? Oké. Okay. Péter vására, majd még látjátok. Az enyém, ez bogyoszló. Ilyen Bálint falvai, mi az szólás, mit tudom én. Bálint falvai szólás, ez mi az? Passzol. Na, látod? Még kapu, nem. Kapuvár. Hát, igen. Kapuvár? Aha. Hát az aztán vicces. Hát szerintem is. Nagyon szar, hogy... Tudjátok mit csinált volna lapó az iskolában? Nagyon menő volt. Hoppá, város alapítás jóval hagyva. Na. A földutat az csak Keskeny utcával lehet alakítani, ugye? Vagy... Hát forgalmas utcával egészen. Ó, hát akkor jó lesz ilyen kis keskeny szar utca is nekem. Nézzük, mert fúj a szél. Ó, király, pont Peti felé fúj a szél. Nálam gondolom ki a tenger felé. Aha. Széltérkép? Ja, ki a tenger felé. Akkor így gondolom, hogy... jó, mindegy. Szerintem nincs nagyon. Importálunk az a legkevesebb. No. Akkor van érc, egy kevés. Zalánnak olaja van, meg érce is, úgyhogy ő lesz majd a tőkés emberünk. Az orosz, hogy mindenből csak egy nagyon kevés van. Pumpálja nekünk az anyagokat. Oh. Meg a pénzt. Ezt látjuk. Főképpen. Na nézzük az zónák. Egészségedetek is, disznaj. Na hát akkor pont itt az elején ez így szar lesz. Ups. És Bálint egyébként miből fogunk megélni, mert én turizmusra gondoltam, hogy Zalán, vagy turizmus, meg szerencsejáték, hogy Zalán gazdag lakosait így kielégítsük. Ah, kielégítsük. Köszi. Akkor nekem bordélyházak lesznek. Nagyon kielégülnek a lakosait Zalán. nem lesz jó, mert pont úgy van az olaj, hogy a legelején nem tudok majd elkezdeni építkezni. Jaj. Aha, ott már épülnek a dolgok. Hát, de rossz helyre kell lesz raknom. És akkor sem voltam benne, jó? Csak szeretek játszani. Fogadjunk, hogy itt van egy... Na, és nincs. Jó, király. Azt hittem, hogy lesz ott egy ilyen kis szar. Na, jól van. Na, eddig mínusz 100 per órában vagyok, az jó? Az a legjobb. Ja, látom, itt van a vonatom is, de jó. Jó, ezt majd később még átalakítjuk. Ipari igénynő, hoppá. Hát mit raktál le, hogy már mínuszba vagy? Egy víz tornyot.
Az jó. Az jó, bizony. Meg szennyvíz kiömlés kéne nekik, hát azt még nem kaptak. Wow, wow, wow. Ezt halljátok. Aha. Basszik. Nagyon szexi hallott talán. Szexibb, mint te vagy. Kutya kint a kapu előtt, hát de mi messze van. Zalán, te vagy a legszexibb, azt tudod. Nem tudom. Már 24 lakosom van, ha? Rohadj meg. Nekem. Nekem nulla. Népszerű városod van. A szarok még csak épülnek. Ja, mert hogy lassú módban vagyunk. Jó van. Ja, én is most vettem észre. Jöjjetek emberek! Ideje újabb erőművet építeni, hát még egy sincs, nemhogy újabb. Raknék én szélerőművet, de nem tűnnek valami effektívnek. 24 ember, 42 ember, 48, ó, 60, király. Milyen izé éri meg? Én szerintem szélerőművel kezdek. Ez hát kezdésnél elég lesz. Ja. Nincs elég szél, mondom, ha? Király. Na, 2.34 per óra, király. Tegyünk le vizet nekik. Ó, az egy víz, az van. Jó, hát mindjárt tudom, hogy van. Nincs elég munkaerő. Hát költözzenek emberek, hát lesz itt munkaerő. Na, letettem egy kis vizet, örüljetek. Tök jó, hogy itt betettem kb. A városnak egy majdnem a közepébe a szélerőművet, de mindegy. Nem akar városházát? Megcsinálom. Elfogadnék bármi munkát, de nincs elég állás. Na, neveztem már, kapuvári buziba. Hoppá! Na. Bogyoszló az olyan. Polgármester nem akar városházát, nem? Aj, mind a nem, én nem akarok itt lakni. Mind a hármunk városának a neve az igazi... Biztosíts működő város, vagy mi az áramellátást, hát jó. Hol vannak az üzletek? Hol vannak az üzletek? Hol vannak az... A kurva anyátok. Na. Kaptok üzleteket a kurva anyátok. Jó, van, beindult. Ah, a király. Szeretem a népemet, ha ezt elmondanám. Képzeljétek, ma napul olyat kiakadt, mert hétfőn Matolcsi úgy ment ki az óráról, hogy így 10 perccel korábban, mert úgy felbasztuk. És akkor majd Lapu mondta, hogy sajátjaim ott nem ütöm meg. Na, mi az? Mit mondasz? És ezt mind mondta. Hát már adtam a városomnak nevet, úgyhogy kussolj. Péter vására mi nem tetszik? Kihez beszélsz? A jogi tanácsadómhoz. Ja, jó. Jó, pont elfér az út, jó van. Itt ti már letettétek a városházát? Én már le. Persze. Úristen. Jó, az nem is bejött, de nem fél semmi. Soha nem lesz áramunk. Munkások ingáznak bogyoszló üzleteibe. Mennyit szarnak ezek? Kapják be a faszon. Mennyit szarnak ezek? Egy kis házból kijön. Ó, Zalán polgármestered látogatóba érkezett. Nem látom, de biztos. Még biztos ilyen limuzin nap, pedig még városházam sincs. Ja. Három benzinkút van nekem egymás mellett. Na, szokott lenni. Nekem... Ez mi? Kutyaápolás. Bin kutyaápolás. Abakusza. Micsoda? Abakusz javító. Műhelye. Amivel foglalkozzak? Az abakusz az ilyen számoló dolog, nem? Aha. Kapuvár lakói helybéli munkahelyekre ingáznak. Hát bálint sajnálom. Baranka termesztelenítés. Naponta érkeznek vásárlók Kapuvárból. És nálam költekeznek, állítva egy zanát a limóddal. Ilyen sportlimóddal. Na, mi van, mit szeretnétek? Ipar. Kellene megállni, hogy árut szállítják, jó? Tehát kell még lakó ember, de... Hát basszus, fizessetek, jó? Növeljük az adókat. 10%-ra. Hoppá. Ezt akartam. Ja, de még nem is lehet. Na mindegy. Lehet, hogy fölveszek egy kötvényt most. Életedbe először. Ja. Én mindig átadózókodnak. Jó van, akkor király. Na van, 33 ezer, akkor jó, akkor legyen áram. Nincs sugárzásom.
Az 10 mérföld per óra. Jó. Kell nekik bolt. Semmi ért, semmi olaj, semmi szél. Nincsen nyersanyagunk, Bálint. Jó, hát akkor van másból kell megélni, csak kérdés, hogy miből. Zsig gondolkodik rajta, látom magam elő. Na, nekem egész jól megy az ipar. Jó, hát most alakítsunk ki egy kis ipart, ha úgyis rinyálnak az emberek. Ennek már mindjárt ugók vannak a városban. Az a jó. Na, ezeket a iparos dolgokat majd innen még majd eltöröljük, csak kell még munkahely. Nincs elég bolt, hát basszus. Építsetek. Ezek itt kereskedelmi? Ez? És... aztán itt iparzóna! Minden kellős közepén itt, várjál. Itt lesz az iparzóna most is, mert most megmondom. Nincs elég munkaerőm, hajjaj. Halljak meg. Jaj, de cigány vagyok. Jaj, de daj. Ezt ne. Ne. Ne! Most megsértettél. Ez lesz vége az első résznek. Tudom, hogy rövid. Mikor kezdtük? Ilyen beugró részszerű. Lesz akkor ez. 47, mikor kezdtük? 10 perce kb. Ja. Jó. És hogy 20 perces részeket csinálunk. Vagy én ahogy, ahogy kedvem tartja egyébként. Nekem is, vagy én is. Hova tegyük ezt a szart? Ide. Ha van már rosszázom, rüljetek. Látogatóba értetek a szomszéd polgármester, de melyik? Ott van? Itt van valaki. Ki vagy te? Hé! Na, hogy elmenj nekem. És akkor még amíg mindannyiunk nem, első részeiben benne van, Mel Gibson. Beszéljünk arról, hogy fogunk indítani egy ilyen közös régiót, ahova följöhettek játszani. Van megvan nektek a Sims. Iti. Miller rezidencia. Még mindig bosszant, hogy nem volt áramunk. Zalán bosszantad az ember egyet. Nem adtál nekik áramot. Hozom a népedet, Zalán, meg kellene mindenki. Látom, most már van áram. Érkezik Slayer polgármester. Na, mindenki boldog. Jó. 1600, jó, van. Adó, jó. Hopp, itt volt Slayer polgármester is. Jó, bőven elég. Jó, valamiből mínuszban vagyok. Jó, hát én most afkolok fel, tudja. Nézzétek emberek, hogy... Kapukár vásárlói helyi boltokba járnak. Az ki van a népemmel. Anyukám azt mondja, hogy nem csináltatok, mert a polgármester csúnya, és nem csinál tereket. Azt a kurva. Egy kisgyerek lecsúnyázott, mert nem csinálok tereket. Ha, milyen ember vagyok, most nézzétek. Bú, szennyvízlerakót kell, vagy mi ez, ilyen szennyvíz kiokádót. Aztán kiteszem azt a város legvégére. Ember, sehol egy parkon lókatnék, aztán beállok valami bandába, azt mondja. Álljon. Nekem nagyon kemény embereim vannak, de komolyan. Építek is parkokat, szopjatok le mind. A hegybe építettem ilyen menő utat. És van ilyen hullámvasút. Tök király. Nem tudom letenni. Na mindegy. Na az emberek már legalább milyen minőségi házakat húznak fel a parkok miatt. Jól meg vagyunk, azt mondja. Ó, mekkora gyárak épülnek itt? Milyen parkokat tettetek le? Én második ilyen szintű vagy első parkokat. Szintű vagy? Én második szintűeket. Én is. Take a trip to my house.